Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikusan ismereti mentor és tanácsadó, Theta Healing konzulens, illetve képződő családállító, ez pedig a Megértem Podcast. Ha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornámra, akkor ezt érdemes megtenned, illetve ha Spotify-on vagy Apple Podcast-en még nem követed a podcastet, akkor érdemes bekövetned, hogy minél előbb értesülj az új részekről és meg tudd őket hallgatni. A mai részben az anyasebről és az édesanyukánkkal való kapcsolatról fogok beszélni neked. Tőlem megszokott módon lesznek saját történetek, ki fogjuk pontani azt is, hogy miért fontos édesanyánk szerepe az életünkben, milyen hatással van ránk az, hogy milyen volt a vele való kapcsolat. Lesz szó érzésekről, különböző irányelvekről, sok olyan tanítást fogok átadni neked, amit a családállítás tanításai mentén tettem én is magamévá, és ezek alapján tapasztaltam meg, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe. Elsősorban érdemes onnan kezdenünk, hogy édesanyád az a nő az életedben, aki életet adott neked. Független attól, hogy milyen volt, hogy milyen hibái vannak, ha haragszol rá, vagy független attól, hogy mennyi jót adott neked, és mennyire szeretett, ez önmagában egy csodálatos dolog, hogy ő a saját testében táplált téged lelkileg, fizikai síkon, evett és ezáltal téged is táplál tehát, hogy ez önmagában szerintem egy uh, csoda, a teremtés csodája, ahogy megfogan egy gyermek az édesanyjában, és ezért mindenképp érdemes um, ezt elismernünk édesanyjánkban, hogy az élet általa keresztül jutott el hozzánk, és ezért tisztelni az ő nehézségeit, hiszen egy gyermeket kihordani az nem könnyű és egy elképesztően áldozatokkal járó út édesanyának lenni. Szóval bármilyen is volt édesanyád, ez mindenképp elismerésre méltó, és érdemes ezért hálásnak lenni, és megköszönni az életünket édesanyának. Viszont lehet, hogy te nem ebbe az állapotba vagy, és nem azért hallgatsz egy anyasebbel kapcsolatos hanganyagot, Podcastet, mert um, hát itt tartanál. Szóval teljesen normális, hogyha nem tudsz hálás lenni, és per pillanat nem tudod megköszönni az életedet, mert annyira sok elfolytott dű ö, és érzelem van benned édesanyáddal kapcsolatban, hogy ez per pillanat nem megy. Hát éppen ezért érdemes magadon dolgozni, úgyhogy egy piros pontot be is írhatsz magadnak, hogy itt vagy és hallgatod ezt a részt. Milyen hatással van ránk az édesanyánkkal való kapcsolat, miért meghatározó az ő szerepe? Gondolj bele abba, hogy amikor magzatként ott vagy, akkor alapvetően a sejtmemóriába lévő dolgok azok, hát hogy is mondjam neked, nem ez a szakterületem, szóval nem az epigenetika és a hasonló dolgok, amiket én nagyon szakszerűen ki fogok tudni neked fejteni. A józan paraszti eszemet használva adom ezt inkább át most neked. Szóval, hogy. Amikor már ott vagy édesanyádban, te akkor már egy élő lény vagy, tehát sejtmemóriába eltárolod mindazt a megélést, amit ő ott tapasztal. A Recall Healing módszert anyja alapján egyébként a legfontosabb időszak az életünkben, ami a legnagyobb hatással tud ránk lenni. Az a fogantatásunk előtti 9 hónap, az a 9 hónap, amikor édesanyánk hasába vagyunk, illetve az első egyéves korunk ez az indító programunk. És itt, hogyha érnek különböző atrocitások bennünket, mondjuk akár az, hogyha édesanyánknak meghal a saját anyukája vagy apukája, vagy bármi olyan negatív behatás éri, akkor te azt annak kellene, hogy még nem voltál életben, azt eltárolod sejt szinten, és ott lesz az életedben, és tudat alatt ezeket újra fogod generálni, és hatni fognak rád, illetve az első egyéves korban sem tudsz még különbséget tenni a között, hiszen még nincs kialakult személyiséged és nincs én képed, hogy mi a te érzésed és mi édesanyád érzése. Lehet, hogy te is láttál már olyat, hogy az édesanyja mondjuk feszült, mert valami odaégett a konyhába, vagy valami nem úgy jött össze, hogy szerette volna, és egyből el sírni a kisgyermeke, aki még egy év alatti, lehet, hogy idősebb akkor is. Ez azért van, mert nem tud különbséget tenni a között, hogy most ő ideges, vagy az édesanyja ideges és ezért annyira érzékenyek még a kisgyermekek, a kisbabák, hogy hogy azt élik meg, mintha ez nekik fájna, vagy ők lennének feszültek, és ezért adnak rá interakciót. Szóval minden, ami édesanyáddal történt a magzatkorodban előtte 9 hónappal, amiről megfogantál volna, illetve az első egyéves korban, hogy hogy kapcsolódtatok, vagy hogy nem kapcsolódtatok, az nagyon meghatározó a te életed kapcsán is. Mi az, amiben az édesanyánk főszerepet tölt be az életünkbe. Hát a saját magunkkal való kapcsolódás az meghatározó ilyen téren, tehát ahogy az édesanyán kapcsolódott velünk, vagy éppenséggel nem kapcsolódott velünk, mi is úgy fogunk magunkkal kapcsolódni. Ezen túl a párkapcsolati dinamikákban való működésünk is abból ered, hogy édesanyánkkal milyen volt a kapcsolódás és nagyon sok párkapcsolati probléma az ered abból, hogy valakinek annyira mély az anyasebe, és nem nézett még erre rá, hogy ezért ugyanazokat a dolgokat teremti magának újra tudat alatt a párkapcsolatában, amit az édesanyukájával megélt mondjuk drámaként. Szóval elképesztően meghatározó az, hogy mi történik, és az is meghatározó, hogy édesanyád milyen, és itt akkor hozok is egy személyes történetet. Nekem nagyon rögös út vezetett el az édesanyámmal való kapcsolódásba, eh, ahhoz, hogy tudjunk ilyen dolgokról beszélni. Az előző részben meséltem róla, hogy két évvel ezelőtt még a kapcsolatot is megszakítottuk. Viszont most már olyan dolgokba is eh, tudunk igazából egy húron pendülni, eh, ami elképzelhetetlen volt számomra. Szóval én mostanában beszélgettem vele, mert én nagyon sokat foglalkozok azzal, hogy pillanat milyen párkapcsolati minták működnek bennem, mi a helyzet a kötődésemmel, illetve a saját magammal való kapcsolódással, úgyhogy bele is megyek. Nekem nagyon nehéz nagyon sokszor magamat az első helyre tenni, és a saját érzéseimmel foglalkozni, és ez abból ered, hogy nagyon hamar kellett felnőnöm, 5-6 évesen már egyedül jártam a vodába, parentifikált gyerek vagyok, ha érdekel ez a fogalom, akkor nézz utána, valójában ez az ellopott gyerekkorról szól, hogy egészen kis gyerekkorodban már felnőttként kellett viselkedned. Szóval ezek általában az önálló gyerekek. És abból kifolyólag, hogy én nagyon önálló voltam, sokszor ezért a saját szükségleteimet és igényeimet kellett háttérbe szorítanom. És pont most beszélgettem édesanyámmal arról, hogy ez mikor, hol történhetett meg. És én öt éves voltam, amikor a hugom született, és akkor érezhető volt, hogy Elkezdtem kevesebb figyelmet kapni, és édesanyám így fogalmazott, hogy Úristen, akkor döbbentem rá, hogy ez a gyerek már milyen nagy. Tehát, hogy a kisgyermekhez képest egész nagy voltam. És pont beszéltük édesanyámmal azt is, hogy ott valami bizalmi dolog megtört kettőnk között, és valami utána már nem úgy működött, és nekem nagyon önállóvá kellett válnom. És vannak olyan emlékeim, hogy amikor egyedül jártam a vadába, akkor jöttem hazafelé biciklivel, és annyira fújt a szél, hogy konkrétan halálfélelem volt, mert azt éreztem, hogy nem tudok föltekerni a dombon, majdnem elfújt a szél, és pont ott lakott egy barátom az utca a sarkán, és hozzájuk mentem be, és emlékszem, hogy a barátom anyukája hívta fel az én anyukámat, hogy jöjjön értem, mert nem merek hazamenni. És ez egy annyira apróságnak tűnik, de amit megéri ilyenkor egy gyermek, az elképesztően mély, és traumatizáló, hiszen hát nekem a szükségem lett volna arra, hogy ott legyen édesanyám vagy édesapám, és, és számíthassak rájuk, de én utána is szerintem még magamat hibáztattam, hogy értem kellett jönni. Emlékszem, amikor édesanyám eljött értem, akkor úgy nyilván ott volt, de emlékszem, hogy úgy nagyon nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel, és nem is teljesen értette, hogy miért nem tudtam hazamenni. Szóval nem olyan érzelmi reakciót kaptam, mint amire szükségem lett volna, és erről szoktunk így beszélgetni édesanyámmal, ami nem mindig könnyű. Múltkor hát együtt sírtunk különböző dolgokon, ahogy ezeket átbeszéltük, mert neki is nagyon fáj, ahogy én így utólag elmondom, hogy, hogy mi hogy történt, és ugye azért is tudja már ezt befogadni, mert nem hibáztatom érte. Azon a korszakomon már túl vagyok, hogy haragok, haragos vagyok a saját anyámra. Néha még van, hogy feljön, szóval nem akarok teljesen hazudni, sok dolog miatt volt bennem harag, Viszont ez már nem olyan durva, mint régen. Szóval ezeket a kis energiaszálakat így szoktuk egyengetni közöttünk. És ugye nekem, ami nagyon fontos ebből, hogy oda akarok kikanyarodni ezzel a történettel, hogy engem egyébként az édesanyám szeretett, csak nagyon sokszor nem úgy, nem olyan minőségben és nem annyit, ahogy nekem szükségem lett volna rá. Tehát az, hogy egy ember szeret téged a maga módján, attól független, benned lehet még hiányállapot, és lehet, hogy azt éled meg, hogy ez számodra nem kielégítő. És nagyon érdekes volt még ebbe a beszélgetésbe édesanyámmal arról is beszélgetni, hogy neki milyen volt az édesanyja, és elmondta azt egyébként, hogy ő, ő neki van egy ikertestvére, és ő úgy született meg, hogy a mama mesélte ezt el, szóval mamával is szoktam erről beszélgetni, mostanság pedig aztán egyáltalán nem volt közeli a kapcsolatunk, hogy igazából megszülte anyai kertességet, és utána mondták neki, hogy hát itt még van benn valaki. Tehát édesanyámra nem számítottak, hogy ő is érkezni fog, és ő szívrendellenességgel született, tehát az is csoda volt, hogy életbe maradt, és nagyon megható szerintem az, hogy belegondolni abba, és ilyenkor azért elkap így a hálának az érzése nagyon erősen, hogy édesanyám egy igazi túlélő, egy igazi hős, hogy a szívrendellenesség szívrende ellenére életbe maradt, még akkor is, az orvosok azt mondták neki, hogy nem fog élni. És ő, ő nem sírhatott, ez is nagyon-nagyon meghatározó az ő történetéből, mert azt mondták az orvosok, hogy nem sírhat ez a lány, mert akkor nem fogja kibírni a szíve. Tehát, hogy édesanyámnak konkrétan el kellett folytani az érzéseit annak érdekében, hogy túlélje és hogy életben maradjon. És hát ugye ő nem foglalkozott még magával olyan mélységesen, mint mondjuk én vagy sokan mások és ezért így a velem való beszélgetésekben nála is sok minden felszokott törni, de nagyon hálás vagyok neki, hogy már nyitott erre. Az is lehet, hogy talán egyszer majd együtt megyünk családállításra is, mert egyébként már nem zárkózik el ezelől sem. Szóval nekem így nagyon szépen rendeződik vele a kapcsolatom annak el, hogy milyen viharos volt, és ez amúgy nagyon nagy boldogsággal tölt el. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ugye gondoljatok bele abba, vagy gondolj bele abba, hogy édesanyám nem élhette meg az érzéseit gyerekkorába. Nem foglalkozott ezzel. Felnőtt. Gyereket vállalt, megszülettem. Szerintetek a tudatalatiába mi volt? Tudott, tudott úgy érzelmi biztonságot adni nekem, ahogy az úgymond egészséges lett volna, úgy, hogy ő abban nőtt fel, hogy nem sírhatott. Dehogy tudott. És én ezt nagyon sokáig nem értettem, és nagyon sokáig leragadtam ott, hogy hogy ameddig nem vállaltam felelősséget a saját érzéseimért és a saját belső gyerek sérüléseimért, hogy anyámat okoltam. Mindenhogy okoltam, mindenhogy haragudtam rá, és amúgy egy fontos időszak volt, és nem csinálnám vissza, és hogyha te is haragszol, akkor ezt a haragot ne ítéld el saját magadba, mert a harag egy belső transformációt fog eredményezni. Tehát én látom azt, hogy eljönnek hozzám nagyon sokan, hogy nekem jó a kapcsolatom anyámmal, és akkor felteszek pár kérdést, elkezdünk beszélgetni, és már rálátunk arra, hogy hol nem jó. Szóval szerintem, ahogy mindenkinek van anyosebbet, csak a legtöbben erre még nem néztek rá. És mindenkire ez hatással van. Szóval fontos, hogy tudj haragudni a nyukádra, mert ameddig ezt nem éled meg, addig nem fogsz tudni érzelmileg változtatni sem a belső érzeteiden, nem fog tudni megszületni a transformáció. Szóval ne akard kisporolni azért az utadból, mert én azt mondom, hogy én már itt tartok, és én már nem haragszok úgy, mint régen, te benned, hogyha most nyitogatod ezeket az ajtókat, és kurva nagy harag van, akkor haragudj kurmára. Vannak erre technikák, meg módszertanok, meg családállítása is, akár hozzám is, ha szeretnél foglalkozni az anyasebeddel, meg vannak más technikák is, szóval ami neked szimpatikus és működik. Szóval a lényeg a lényeg, hogy fontos, hogy ezeket az ember megélje, de amikor így összerakom ezeket a képeket, és elkezdem látni édesanyámat nem csak anyaként, hanem emberként is, akkor el tudnak tűnni az elvárásaim, mert ami elképesztően megmérgezi az embernek a saját anyával való kapcsolatát, az az, hogy felnőttként is olyan elvárásokat táplál az irányába, amiket nem a felnőtt része táplál az irányába, hanem a sérült belső gyereke. Ezt már így mondtam, tehát, hogy nyilván fontos számodra, hogy szeressen édesanyád, de hogyha azt nézzük, hogy itt vagy te egy felnőtt egyénként, akkor nem várhatod tőle azt a szeretetet, amit te nem tudsz magadnak megadni. Tehát fontos az, hogy ha az embert nem úgy szerették, hogy szüksége lett volna rá, akkor engedélyt adjon magának arra, hogy jobban szeresse önmagát, mint ahogy a saját édesanyja szerette őt. Hiszen tudatalat ott van bennünk az, hogy annak ellenére, hogy azt jónak vagy rossznak ítéljük meg, ahogy édesanyjánkkal kapcsolódtunk, számunkra ez olyan szempontból egy bevált dolog volt evolúciósan, hogy túléltünk. Bárhogy szeretett minket édesanyánk, vagy bárhogy nem szeretett minket és bántott édesanyánk, a tudatalattinkba az rögzült, hogy mi ennek köszönhetően túléltünk. Hiszen felnevelt, ha nem is úgy szeretett, kicserélte a szaros pelenkádat, megcsinálta a dolgokat, szóval, hogy itt vagy, életbe vagy, és a tudatalatti részed, ami ugye javarészt irányítja az elméd működését, az úgy működik, hogy ugye ami biztonságos, az az ismerős, ami veszélyes, az az ismeretlen. Tehát nekem is a feltétel nélküli szeretet az sokszor marha veszélyesnek tűnik, és ahogy így lefejtettem az édesanyámmal való kapcsolatom, elkezdtem megfigyelni azt, hogy hol húzom meg a határt azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik feltétel nélkül akarnak szeretni. Mert hogy van még erre egy limitáltságom, hogy hát azért mi, mi, mi ez? És ugye a tudatalatti egyből nyomja a hülyeséget, hogy akár bele is halhatok abba, hogyha valakinek megengedem, hogy ennyire szeressem. Szóval konkrétan az én életemben sokszor előfordult, hogy féltem a szeretettől. És az is nagyon fontos még, hogy az intimitás miensége, minősége tökéletesen megmutatja azt, hogy hogyan állsz igazából az emberekkel való kapcsolódás terén, legyen az párkapcsolat, barátság vagy bármi más, hiszen az intimitás ugye meghatározza azt, hogy milyen a kapcsolódásod, milyensége. Az intimitáson múlik minden. Mondok erre is egy személyes példát. Nekem az intimitás az nem volt sokszor kellemes édesanyámmal. Múltkor beszélgettünk, és pont akkor mondta, hogy így azért kijöttek érzések, és nehéz volt nekem is ezt megélni. És mondta, hogy most úgy adnék egy örelést, egy olyan csontropogtatósat, Hát nekem így kidő lett a szemem, hogy na olyat, biztos, hogy nem kérek olyan csontropogtatósat. És utána elkezdtem ezt is megfejteni, hogy mi, mi a ez az ellenállás bennem. Édesanyámat ugye a saját anya nem igazán ölelte meg. Üm, mesélt erről, és ő ebbe, tehát ő ebbe úgy sérült, hogy ő a saját gyerekének akarta megadni azt a szeretetet, amit ő nem kapott meg, hiszen nem nézett rá erre még olyan mélységesen, és nem tudta elengedni azt a veszteségét, hogy ő ezt nem kapta meg, ezért úgy projektálta bele a saját anyaságába, hogy hát engem akkor is szeretett, amikor nekem marhára nem esett jól, hogy szeretett, tehát itt már nem szeretett volt, hanem, hát ezt neki is mondtam, kurva nehéz amúgy ezekről beszélni vele, meg nekem is nagyon nehéz ezekkel szembenézni, hogy sokszor a szeretet az erőszak volt. Mert az erőszak ott kezdődik, hogyha a másik azt nem szeretné. És amikor mondta ezt, hogy ilyen csontropoctatósan megölel, hát na úgy ne ölelj meg, mondtam is neki. És én sokszor édesanyámtól még azért tartok távolságot, mert um, sérültem a vele való intimitásba emiatt, hogy ez sokszor ilyen erőszakos volt. És emiatt tört meg a bizalom is, mert ő nem tudott rám figyelni olyan szinten, hogy érzelmileg nekem mi az, ami valójában jól esik, és mi az, ami már a határaimon túl van. És ezért nagyon nehéz volt sokszor nemet mondanom az életbe, a kapcsolódásaimra is, hogy eddig és ne tovább. Mert gyerekkoromban is el kellett viselnem azt, hogy fájdalmat okoznak nekem, még akkor is, hogyha az jó szándékból ered, és édesanyám csak szeretetet szeretett volna adni, sérült volt az ő kötődése is, és ezt tudta továbbadni. Szóval ezek végtelenül fontosak és meghatározóak, így az édesanyánkkal való kapcsolat terén. Milyen a kapcsolódásod magaddal, nekem milyen? Én sokszor, ahogy mondtam, magamat rakom az utolsó helyre, én nagyon sokszor feladatomnak éreztem azt, hogy kielégítsem az édesanyám érzelmi szükségleteit, hogy támaszt nyújtsak neki, hogy ott legyek érzelmi biztosítékként, ezért volt brutálisan nehéz a leválás, az elszakadás. Nekem bűntudatom volt, hogy ott hagyom őket, és elköltözök nekik pedig fájt és vissza akartak tartani, mert ilyen kapcsolódás alakult ki közöttünk az évek során. Szóval ezek a történetek remélem, hogy így téged is tudnak segíteni és elgondolkodtatnak. Egyébként nagyon megköszönöm, ha visszajelzel nekem azzal a kapcsolatban itt kommentbe, hogy szereted -e ezeket a személyes történeteket, mert én is tesztelgetem most azt, hogy mi az, ami jobb, a több személyes történetet mesélek, vagy hogyha inkább szakmaibb vagyok. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit szeretek ebbe a podcastbe, mert ezt valójában nektek csinálom. Én mindenhogy élvezem, ezért fontos lenne a visszajelzésetek. Szóval van kedv, adj nekem egy visszajelzést, hálás lennék érte. Szóval itt vagyunk akkor ennél az anya, anya dolognál, meg ennél az anyosabb témánál, meg az anyukánkkal való kapcsolódásnál. Én arra biztatlak és bátorítalak téged, hogy merj a tükörben nézni, és merj őszinte lenni magaddal azzal kapcsolatban, hogy hogy tudod most befogadni édesanyád szeretetét. Tartasz-e tőle távolságot? szoktátok -e egymást megölelni? Mennyire mély ez az ölelés? Nekem a felszíne, felszínes ölelés az az, amikor így megöled a másikat, és akkor el is engeded. Meg tudod-e ölelni édesanyádat úgy, hogy azt tartson mondjuk 10-15-20 másodpercig? Ő benne tud-e maradni? elutasít -e? Nem utasít -e el? Kezd el figyelni. Milyen gyakran beszéltek? Mennyire van a nyakadom? Mennyire érzed azt, hogy neked minden nap kötelességed elszámolni neki, hogy mi történt veled? Van-e köztetek fölösleges kommunikáció? Tehát amikor így erőltetitek azt, hogy így beszámoljatok egymásnak a napjaitokról, Közben amúgy semmi olyan dolog nem történt, amiről így be akarsz neki számolni, csak azért, hogy fenntartsatok egy ilyen látszat kapcsolatot, és ezáltal fennmaradjon a köldök zsinór érzelmi szálom, meg energetikailag. Szóval leváltál-e már az anyádról? elengedted -e már a fájdalmaidat? Szembe... Ja, bocsánat, szembenéztél-e a fájdalmaiddal, mert ha ezt a kérdést teszem föl, akkor lehet, hogy rávágod, hogy igen, de még azt se tudod, hogy mi a fenét kell elengedned. Szóval eddig nem jártál szerintem egy családállításon, vagy nem voltál még soha dühös édesanyád, vagy nem éreztél még soha fájdalmat, akkor te még azt se tudod, hogy mit kell elengedned, és lehet, hogy ez a mondat most be fogja nyomni a gombjaidat, de szerintem ez az igazság. Nyilván nem tudsz felazonosulni, hagyd itt, szóval ezt mindig el szoktam mondani, ezek az én nézőpontjaim, nyilván azért ezzel foglalkozok, nagyon sok ember életében látok bele, szinte minden héten foglalkozok valakinek az anyosebével, szóval nem légből kapott dolgokat mondok, hanem tényleg ezt tapasztalom. Szóval haragudtál-e már anyádra? Volt-e már benned fájdalom? Megmerted-e már ezt élni? Nézd meg, hogy hogy kapcsolódtok most, és meg fogod látni azt, hogy milyen vagy az emberi kapcsolataidban. Érzed-e azt, hogy tartoznál le édesanyádnak bármivel? Mert az egy nagyon gyakori dolog, hogy feláldozzuk az életünket az édesanyánkért, mert azt érezzük, hogy tartozunk nekik azért, mert megkaptuk az életünket tőlük, és akkor itt most belevontam apát is, tehát apáért is föl lehet áldozni az életünket. Ha van ilyen, akkor hát szintén érdemes eljönnöd akár egy családállításra, vagy nyilván máshoz is mehetsz családállítása nem csak hozzám, de hogy ezzel érdemes foglalkozni. Ha nem foglalkozol vele, és vannak sérüléseid, akkor lesznek párkapcsolati problémáid, amúgy is lesznek párkapcsolati problémáid, tehát ez nem csak ezen múlik, de a mélységi részét azzal, hogyha elkezdesz foglalkozni a benned lévő érzésekkel, gyerekkorral, így az édesanyád irányából megközelít vagyott, ott milyen sérüléseid vannak, akkor könnyebb lesz az emberekkel kapcsolódnod, sokkal tisztább leszel, sokkal kevésbé fogsz szorongani, sokkal kevésbé fogod kiprojektálni a párodra azt a szeretet hiányt, amit lehet, hogy édesanyától nem kaptál meg szeretet, tehát hogy ebből fakadóan szét tudja verni az egész párkapcsolatodat, meg egy pokollá tudja tenni, ha nem foglalkozol ezzel olyan mélységesen. Nekem az előző párkapcsolatomban is még nagyon sok lenyomata volt az édesanyámmal való sérüléseknek. Ott már intenzíven dolgoztam rajta, de ezek nem ilyen egy-két hetes folyamatok. Én ezen két éve dolgozok nagyon intenzíven, és talán azt tudom mondani, hogy most tartok a felénél. Szóval légy kitartó és türelmes. Tudom, ez nem a fancy része, meg nem én vagyok az az ember, aki elhiteti veled, hogy lehet úgy boldog párkapcsolatot, hogy lószart nem kell érte tenned. Én az az ember vagyok, aki öm, őszintén a saját tapasztalataiból elmondja neked az igazságot, és az édesanyánkkal való, sebre való ránézés fájdalmas, hosszú munka, hosszú út, és nagyon sokszor rá kell nézni ugyanarra, mert idő kell ahhoz, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és meg tudjuk változtatni. Szóval én ennek vagyok a híve, nekem ez működik, és ezáltal vagyok egyre önazonosabb, kiteljesedettebb és boldogabb. És úgy érzem, hogy nagyon sokat ad nekem, hogy erre ránéztem, szóval ezért biztatok mindenki más erre. Hogyha van bármi kérdésed ezzel a témával kapcsolatban, azt is nyugodtan írd meg, tedd fel, fogok rá válaszolni, írhatsz akár Instagramon is, és ez a rész ennyi, ennyit terveztem most elmondani neked. Köszönöm, hogy meghallgattad. Ha szeretnéd támogatni a munkámat, és szeretnéd, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az értékes gondolatok, akkor dob rá egy lájkot YouTube-on, vagy hagyd nekem egy öt csillagos értékelés Spotify-on, vagy Apple Podcast-en. Hálás vagyok érte, köszönöm, ha megteszed. Ezen túl, hogyha úgy érzed, hogy megszólított most ez a téma, és szeretnél vele mélyrehatóan foglalkozni, akkor szeretettel várlak egyéni konzultációra vagy egyéni családállításra. A leírásban megtalálod a jelentkezési linket. Jövő héten pedig jelentkezem a következő résszel. Legyen további szép napod és további szép heted!